Itt vagyunk az érdi járásbíróság előtt, ahol ma tárgyalták Bartolovics Ildikó büntető ügyét. Az ügyészség azzal vádolja Ildikót, hogy 2017 és 2018 között gyermekszépségversenyek főszervezőjeként, modellügynökségként hirdette magát, azonban erre vonatkozó engedéllyel, jogosultsággal és képzettséggel nem rendelkezett. Az ügyészségi vádirat szerint nagyobb kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalással és más bűncselekmények elkövetésével vádolják. A mai tárgyalás során több tanút is beidéztek, ugyanakkor közülük csak ketten jelentek meg. Ők korábban kapcsolatban álltak Bartolovics Ildikóval, nekik óriás plakáton való megjelenést, valamint modelltábori lehetőséget és külföldi utazást ajánlott fel Bartolovics, ám ezekre nem került sor. 90 ezer forint volt a londoni út, amit befizettünk, ugye az utazás az nem történt meg. Ha meg ígérgetett, hogy havonta lesz egy munka fixen, ami nem történt meg. Késve, de visszafizette, ő küldött nekem, el is hoztam a beszélgetéseket, ki van nyomtatva, ő küldött nekem egy ilyen szerződést, hogy 18 augusztusától 18 decemberéig havonta 37.200 forintot fog utalni a számlámra. Beszélgetésünkben le is van írva, hogy ez addig nem történt, meg én folyamat könyörögtem, hogy adja vissza a pénzemet. Mindig volt kifogás, hogy inkasszó van a számláján, hogy mi most itt van, hogy ő most ott van, ő most sajnos ezt nem tudja kifizetni, és akkor 19. januárjában jött egy 40 ezer forintos utalás, és 19. májusában jött egy 130 ezer forintos utalás, azt hiszem. A mai tárgyalás során ítélethozatal még nem volt, a következő tárgyalás júniusban várható. Tegnapi cikkünk megjelenése után Bartolovics telefonon vette fel velünk a kapcsolatot. Telefonos interjújában elmondta, hogy a tárgyalás megtartását ő kezdeményezte, mert nem fogadta el az ügyészség álláspontját, és szerette volna az igazát bebizonyítani. Mi a véleménye akkor a bíróság álláspontjáról? Hogyan reagál a vádakra? Milyen bíróságról? Az érdi járásbíróságon holnap lesz egy tárgyalása, és csalással vádolják. Mi lenne? Hát azért mentem ellene, mert nem valós. Mert megmondtam, hogy az nem valós. Én kértem a tárgyalást, egyértelműen kiálljak magamért.